Köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt a Világnézet, és én Szabó József vagyok. Mai vendégünk dr. Csicsman László, közel-kelet szakértő és a Budapesti Kornvíz Egyetem tanára. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mielőtt rátérünk mai adásunk témájára, arra kérnék minden kedves hallgatót, hogy iratkozzanak fel a Hit Rádió YouTube csatornájára, hiszen hamarosan elérjük a 90 ezer feliratkozót, és nyomják be a csengőt, így értesülhetnek legfrissebb adásainkról. Most pedig vágjunk bele. Nagyszabású Hezbollah terrorakciót hiúsított meg a hétvégén Izrael. Mit lehet tudni, mi lett volna ez a terrorakció, illetve mi történik most a Közel-Keleten? Hát azt kell látni, hogy a hétvégén, és ezt Hassan Nasrallah beszédéből is tudjuk, egy válaszcsapást akart a Hezbollah mérni Izraelre, válaszul a július végi Hezbollah katonai vezetőnek az izraeli meggyilkolására. Ugye, mint emlékezetes, július utolsó napjaiban végül is egy újabb eskalációs eseménysorozatra került sor, amelynek részeként ugye Hezbollah rakétát lőtt ki Izrael területére, és 12 civil gyermek életét vesztette, és erre válaszként Izrael megölte a Hezbollah egyik magasrangú vezetőjét, Fuad Shukurt, amelyre pedig a Hezbollah hát jelezte, hogy választ fog adni az elkövetkezendő hetekben. És hogy ez miért most következett be, azt tudjuk, hogy Hassan Nasrallah az akció után tartott egy tévébeszédet a libanoni televízióban, és hát itt kifejtett néhány szempontot, amelyre érdemes odafigyelni. Az egyik, hogy a síta szempontból ez a 40. nap az úgynevezett Assúra után, amikor erre az akcióra sor került. Ez azért fontos, mert a Kerbalai csatában 680-ban ekkor vált mártírrá a harmadik imám, és a 40. napot meg szokták ünnepelni általában, vagy megemlékeznek rá a síták, tehát van egy ilyen kvázi vallási alátámasztása. A másik szempontok viszont nagyon érdekes, hiszen arra enged következtetni Nasrallah, hogy minthogyha egyeztettek volna Iránnal, hogy legyen egy együttes akció Izraellel szemben. Ugye itt Irán kapcsán a Haniye gyilkosságot kell említeni, és hogy arra jutottak, hogy majd külön akcióban fognak Izraelre csapást mérni. És a harmadik szempont, amit említ a beszédében, hogy időt akartak adni a gázai tárgyalásokra, és hát ezért is kerül sor később kvázi erre a csapásra. Hamarosan kitérünk a gázai tárgyalásokra is, hiszen Kairóba folyamatosak a tárgyalások, ahol egyébként egyelőre úgy néz ki, hogy nem születik megegyezést, de egy kicsit még maradjunk a Hezbollahnál. Ugye Netanyahu azt nyilatkozta többek között, hogyha jól tudom, hogy ez egy megelőző csapás volt pontosan amiatt, mert a Hezbollah bosszút akarta állni, és hogy viszont azt nyilatkozta mind Iránnak, illetve a többi terrorszervezetnek is üzenve, hogy nem ez volt az utolsó. Mire gondolhatott az izraeli miniszterelnök? Szerintem nagyon fontos, ami elhangzott, nevezetesen, hogy Izrael itt egy megelőző csapás hajtott végre ugye vasárnap hajnalban, ugye olyan célpontokra, hogy Izraelnek tudomására jutott a titkosszolgálatnak, hogy készülnek ezek a libanoni akciók, és ugye Izrael a saját elmondása szerint elsősorban a rakéta kilövő állásokkal szemben hajtott végre akciókat 100 repülőgéppel, és azokon egy jelentős hát károkat sikerült okozni, amit egyébként a Hezbollah cáfolt. Szóval nagyon érdekesek egyébként azt gondolom ezek a oda-vissza üzengetések, minden szempontból érdekes ugye ezeket figyelni. Ugye Izrael azt is mondta, hogy igazából így a Hezbollah által kilőtt 300 rakéta és drón nem okozott kárt Izraelben. Ezzel szemben Nasrallah beszédéből pedig azt tudjuk meg, hogy a titkosszolgálati központot ért támadás az nagyon komoly csapás mért Izraelre. És ugye még egy gondolat Nasrallah beszédéből, hogy ugye a folytatás kapcsán ő azt jelezte, hogy most mindenki nyugodjon meg, és menjen haza, és hogy nem kívánjuk tovább eszkalálni a konfliktust. Én azt gondolom, hogy Izrael sem akarja, ugyanakkor az elrettentő képességnek a
a fenntartása és helyreállítása az Izrael szempontjából kulcsfontosságú. Nyilván Netanyahu itt arra gondol, hogy közel 80 ezer ember nem a lakóhelyén él jelenleg Észak-Libanonban. Napi szinten érkeztek október 7-e óta rakéták, emellett ugye jelentős károk keletkeztek lakóépületekben, és éppen lehet olvasni az egyik izraeli napilapban, hogy az Észak-Libanonban élők azt mondják, hogy a Netanyahu kormány elsősorban Tel Avivot védi, és nem Észak-Libanon. Tehát itt azért vannak hangok, amelyek azt mondják, hogy egy szélesebb akcióra lenne szükség a Hezbollahkal szemben, mert hogy különben nem lehet nyugalmat fenntartani az északi határon. Tehát Izraelnek egyértelműen az a célja, hogy ezt az északi határt ezt úgy rendbe tudhassa, hogy azért ne legyen egy napi fenyegetés. Másrészt pedig hát Irán kapcsán nyilván Irán megint nyilatkozott egyébként az elmúlt napokban, hogy egy nagyon precíz támadás fog majd Izraellel szemben végrehajtani a Haniye gyilkosság következtében. Hát azt látjuk, hogy ez a válasz egyelőre várat magára, és hát nyilván Netanyahu üzent Irán felé, hogyha bármilyen támadás érkezik, arra Izrael is katonailag fog válaszolni. Tehát azt lehet mondani, hogy a közel-keleti helyzet azért az elmúlt napokban jelentősen eszkalálódott, azzal együtt, hogy sem Izrael, sem Irán, sem a Hezbollah azt gondolom nem szeretne egy teljes konfrontációt. Ugye gondoljunk bele, a Hezbollah esetében 150-200 ezer rakétáról beszélnek, és jól lehet, hogy ezek technológiailag nem olyan fejlettek, mint az izraeli felszerelések. Ugyanakkor azért kellemetlen szabotást indíthatnak akár az izraeli védelmi rendszerrel szemben, és hát nem utolsó sorban egy esetleges szárazföldön is bekövetkező totális háború, azért az Izrael számára sem fenntartható, nem feltétlen anyagilag vagy katonailag, hanem emberileg, hiszen hát emberéleteket követel, és úgy nem lehet a normális élethez visszatérni. Milyen lehetőségei vannak akkor viszont Izraelnek? Ugye beszélt is arról, hogy nem akarnak feltétlenül háborúba keveredni a Hezbollahkal, de mégis valahogy meg kéne, ahogy említette is, tartani ott a békét, szóval hogy mégiscsak arra kéne törekedni, hogy az a 80 ezer ember az visszaköltözhessen és békébe tudjon élni. Hát én azt gondolom, hogy az, hogy tárgyalások legyenek, ez nagyjából kizárható, tehát valamilyen korlátozott katonai konfrontáció, ami elsősorban Izraelnek az érdeke, hogy alapvetően leállítsa. Na most ugye Hezbollah arra is hivatkozott Nasrallah a beszédében, ha lesz gázai tűzszünet, akkor majd alábbhagyják ezeket a rakétatámadásokat. Hát ez elképzelhető, hogy alacsonyabb, még ennél is alacsonyabb intenzitású lesz a konfliktus, de ez önmagában nem fogja kezelni a helyzetet, és azt gondolom, ami Izraelnek különösen aggasztó, ez a júliusi rakétatámadás volt, amikor is ugye civil halálos áldozatai voltak a rakétatámadásnak. Korábban elsősorban katonai célpontokat támadott a Hezbollah. A Hezbollah szerint ez egy félre sikerült akció, és igazából nem is ismerik el. Ugyanakkor mégiscsak bekövetkezett, és azért ne felejtsük el, hogy ez mindenképpen szintet lépett ebben az értelemben az eszkaláció. Egyébként Nasrallah a vasárnapi tévébeszédében többször elmondta, hogy a mostani vasárnapi akciónak kifejezetten megóvta a civileket, és hogy izraeli civileket nem fognak célba venni. Ugyanakkor még egyszer ez júliusban bekövetkezett, tehát Izraelnek ugye mindenre készülni kell az elkövetkezendő hetekben. Izrael számára nyilván az lenne fontos, hogyha valamilyen biztonsági sávot ki tudna alakítani Dél-Libanonban, hogy elválassza a Hezbollahot az izraeli határtól. Ez viszont nyilván Libanon számára elfogadhatatlan, tehát végülis a 82-es libanon-izraeli háború következtében láttunk már egy ilyen biztonsági sávot, ahonnét később Izrael kivonul. Hát egy ilyennek a létrehozása azt gondolom Izraelnek a célja, amit viszont még egyszer hát sem a Hezbollah, sem a libanoni kormány nem tud elfogadni.
Igen, ez lett volna pedig a következő kérdésem, hogy azért ezt lehet hallani, hogy Libanonban nem teljesen vannak megelégedve a Hezbollahnak a mostani pozíciójával, vagy lehetőségeivel, ahogy a Izraelben. Van olyan forgatókönyv, hogy akár a libanoni kormány, vagy a libanoni politika más részei a Hezbollah ellen forduljanak? Legalább olyan szinten, hogy minél inkább, vagy minél kevésbé sodródjon bele Libanon a háborúba? Hát én azt gondolom, ez azért összetett, mert a Hezbollah azért az elmúlt egy-két évtizedben a libanoni politikának a részévé vált. Ugye több esetben részt vett a kormányban, minisztereket adott, és abban van egyfajta egyetértés, azt gondolom, a jelenlegi gazdasági helyzetben, hogy nem szeretne Libanon egy totális háborúba sodródni, azonban azt gondolom, hogy aznak most, vagy a kormány a Hezbollahkal szemben forduljon, a Hezbollahot nem lehet felszámolni Dél-Libanonban. Tehát azt látjuk, hogy 2006-ban, amikor ugye Izrael megpróbálta megsemmisíteni, gyakorlatilag azóta kvázi politikailag megerősödött, és Beirut déli részétől az izraeli határig terjedő területet, lényegében a Hezbollah tartja katonailag, politikailag, adminisztratív módon ellenőrzés alatt, és én nem látom, hogy ezen bármilyen változás következne be az elkövetkezendő években akár. Akkor most egy kicsit térjünk át a gázai helyzetre, illetve a Hamaszra. Mit lehet elmondani, amióta meghalt a Hamasznak a vezetője Iránban? Mennyire változott meg a terrorszervezet? Ugye vannak, akik azt mondják, hogy igazából egy terrorszervezet vezetőjét megölni nem túl sikeres kezdeményezés, mivel úgyis lesz másik vezető, és nem tudhatjuk, hogy az rosszabb lesz-e, mint a jelenlegi. Mit lehet elmondani, a Hamas új vezetője? Ő most rosszabbnak tűnik, mint az előző? Hát ez egyértelműen rosszabb, ugye, hát Ismail Haniye, úgynevezett, ha lehet ilyet mondani, egy terrorszervezetnél, de mégis a mérsékeltebb szárnynak volt a vezetője, aki ugye Dohában élt már hosszú évek óta, és egyébként hát szerepet vállalt az elmúlt hónapoknak a tűzszüneti tárgyalásain, ugye Kairó, illetve a katari egyeztetéseken. Ezzel szemben Yahya Sinwar az az első számú célpontja a mostani új vezetője Hamasznak, Izraelnek, az első számú célpontja, aki az október 7-i merényletet kitervelte, tehát azt gondolom, hogy ő jutott most első helyre, első számú pozícióban. Nyilván az, hogy Izrael bármilyen formában vele tárgyaljon, az teljesen kizárt, még közvetetten is kizárt, és hát nyilván nem véletlen, hogy itt elsősorban a katari szárnyal folynak ezek a közvetett tárgyalások, tehát azt gondolom, hogy ebben az értelemben sokkal rosszabb a helyzet, és hát azért ne felejtsük el, hogy a Hamasz ugyan nagyon jelentős károkat szenvedett el október 7-e óta, de izraeli források is elismerik, hogy nem sikerült felszámolni, és mintegy 9-12 ezer fegyveressel bír. Sőt, Izrael ugye azt is mondja, hogy hát az alagutak, amelyeket ugye neki láttak megsemmisíteni, ezeknek egy jelentős hányada, ez továbbra is létezik. Nem izraeli források szerint 80%-a a Hamasz alagútjainak érintetlen maradt a gázai övezetben. Ezek egy része a Philadelphi koridor környékén található, amelynek ugye az ellenőrzését Izrael nem szeretné feladni. Ugye ez az a 14 kilométeres határsáv, amely a gázai övezetet Egyiptomtól elválasztja, és hát nyilván Izrael azt szeretné elérni, hogy fenntartsa a biztonságot, és megakadályozza a Hamasz utánpótlást ezeken az alagutakon, illetve a határon keresztül. Múlt héten amerikai lapok értesülései szerint úgy nézett ki, hogy közel a megállapodás Izrael és a Hamasz között. Most azért a Hamasznak a vezetője azt mondták, hogy azért ez nem igaz, és nagyon távol állnak ettől. Mit lehet tudni, hogy hol tartanak a tárgyalások? Hát én azt gondolom, hogy egyik oldalnak sem, tehát Izraelnek sem és a Hamasznak sem feltétlen érdeke, hogy most megállapodjon, hanem igazából egyfajta időhúzás. Ugye azt láttuk először, hogy az izraeli kormány részéről egy pozitív jelzés volt az amerikai áthidaló javaslatra, majd másnap ugye Netanyahu részéről volt egy kijelentés, hogy igen, de nem adjuk át a gázai övezet teljes szuverenitását,
tehát mégsem fogadjuk el az amerikai javaslatnak bizonyos pontjait. Ugye azt gondolom, ez a kulcsfontosságú kérdés Izrael és a Hamasz között Gázában. Végső soron a Hamasz azt követeli, hogy Izrael teljes egészébe vonuljon ki a gázai övezet területéről, és hát Izrael számára pedig kulcsfontosságú egyrészt ez a bizonyos Philadelphia korridor, pedig másrésztről az észak-délt elválasztó folyósú a stratégiai útvonalaknak az ellenőrzése, tehát azt gondolom, hogy ebbe Izrael nem fog belemenni. A Hamas másik oldalon pedig azt gondolja, hogy az időhúzás az azért is jó, mert ez alatt a Hamas megerősödik, és akkor hát a nemzetközi közvélemény, hogyha tovább folytatódik a gázai konfliktus, akkor Izrael teszi majd ezért felelőssé. Tehát azt gondolom, mindkét oldalon vannak különféle mérlegelések, de úgy látom, hogy ez a tűzszünet ez nem reális jelen pillanatban. Bár jól lehet, hogy ma azok a hírek jöttek, hogy az egyeztetések tovább folytatódnak, de ugye hétvégén nem sikerült ezt a tűzszünetet elérni. Mit lehet elmondani jelen pillanatban, Izrael mit szeretne elérni a megállapodásokon, illetve mi lenne az a katonai siker, amire már tényleg azt tudnák mondani, hogy Gázába elérték a céljukat? Hát én azt gondolom mindenképpen azért a katonai vezetőnek a likvidálása, tehát azért Yahya Sinwar, ő a fő kitervelője az október 7-i merényletnek. Szerintem kulcsfontosságú, ugye korábban Mohamed Deifet egy pár hete Izrael jelezte, hogy az egyik támadásban kilőtték, ő volt ugye a másik személy, akit az október 7-i események mögött tudunk említeni. Én azt gondolom, hogy Izrael számára mindenképpen elsődleges a tuszoknak az élve hazahozatala, akik pedig életüket vesztették természetesen a holttesteknek a hazaszállítása. Ugye megrázta az izraeli közvéleményt az elmúlt napokban, hogy az izraeli hadsereg 6 holttestet vitt haza. Hát 5-ről tudtak, hogy meghalt, a 6-ról nem. De ez akkor is azt gondolom megrázó az izraeli társadalom számára. És hát nyilván azt szeretnék elérni, hogy a Hamasz ne legyen részese sem a jelennek, sem a jövőnek, és én azt gondolom ez az a nehéz pont, ami nem nagyon látszik a megoldás Izrael részéről. Nyilván jó lenne, hogyha az arab országok, különösen Szaúd-Arábia, az emírségek valamilyen formában részt vennének a gázai vezetnek a anyagi és politikai rendezésében, az Ábrahám egyezményekre építkezve. Hát kétséges, hogy ezek a célok mennyiben valósíthatók meg, és nyilván Izrael azt szeretné elérni, hogy egy október 7-i merénylethez hasonló ne következhessen be a gázai vezetben. Alapvetően hogyan áll magához a konfliktushoz most az izraeli társadalom? Mennyire látszanak a jelek, például, amit említett is, hogy hat halottat most hazavitték, hogy mennyire rázza meg ezt a társadalmat olyan szempontból, hogy van egy egység még a háború mögött, vagy azért már kezdenek körvonalozódni az, hogy ők is szeretnék, hogy minél hamarabb béke legyen? Hát ugye lehet olvasni közvéleménykutatási véleményeket, eredményeket, például a legutóbbi nagyon érdekes azt mutatta, hogy ha esetleg most lennének előrehozott választások, akkor Netanyahu Benny Gantz-szal szemben ezt megnyerné. Ugye kétséges, hogy mennyiben lehet ezekben megbízni, és nyilván egy adott pillanatban mérik a társadalomnak a véleményét, tehát ezt, de azt gondolom, hogy abban teljesen egyetértés van, hogy jelenleg az izraeli társadalomban, hogy a túszok kiszabadítása az nagyon fontos, ugyanakkor azért van egy megosztottság, tehát nagyon sokan azért támogatják azt a politikát, hogy a gázai vezetből és Észak-Libanon, északi határ területéről ne lehessen Libanonból megtámadni Izraelt, tehát a biztonság az első. Én azt gondolom, ezt azért nagyon sokan osztják, ezt a véleményt, ugyanakkor azért nagyon jelentős megosztottság van politikailag az izraeli társadalmon belül. Azért látjuk, hogy a tüntetések tovább folytatódnak. Ugye kérdéses Netanyahu-nak a politikai sorsa a háborút követően, de hát nehéz általánosan azt mondani, hogy természetesen minden társadalom
alapvetően nem szeretne háborúban élni, de hát azért egy október 7-i merényletet követően azt gondolom, az izraeli társadalom azt nem fogadja el, hogy a palesztin állam lenne a megoldása ennek a kérdésnek. Tehát amikor ugye az izraeli parlament elfogadta azt a törvényt, hogy a palesztin állam nem létrehozható, mert ez egzisztenciális fenyegetés jelent Izrael számára, azt gondolom, az izraeli társadalom nagy részt osztja ezeket a véleményeket, különösen október 7-e után, és kisebbségben vannak Izraelben azok a hangok, amelyek azt mondják, hogy de mégiscsak meg kellene próbálni a két államos megoldás mentén rendezni a palesztin kérdést. Ugyanakkor nyilvánvalóan, hogyha egy teljes háború, konfrontáció bontakozna ki Libanonnal, azt gondolom, az annak azért nagyon komoly társadalmi hatása lenne, és én azt gondolom, hogy azt azért nem támogatná az izraeli társadalom nagy része, hiszen azért ez egy hosszabb távú gazdasági, emberi elkötelezettséget jelent, ahol esetleg nagyon sok izraeli halálos áldozat is lehetne. Tehát szerintem eszkalálni a konfliktust azt a társadalom nyilvánvalóan nem szeretné, ugyanakkor az is igaz, hogy Izraelt pedig rendszeresen támadások érik, és ezeknek meg a kivédése és megelőzése ez rendkívül fontos. Utolsó kérdésem pedig arra vonatkozna, hogy jövő héten, már szeptember, mit lehet elmondani, hogyan készül Izrael, illetve a Közel-Kelet az őszre? Vannak előjelek arra, hogy mondjuk Izrael a Hezbollah-kal kapcsolatban döntésre akarja vinni a dolgokat? Vagy mit lehet elmondani? Hiszen mégiscsak szeptembertől egy politikai időszak is beindul, illetve ugye az iskolák is beindulnak, szóval az például annak a 80 ezer emberből ugye egy csomó fiatal is van, akinek iskolába kéne járnia, és így nem tudnak otthon iskolába járni. Szóval mit lehet elmondani? Látszik valami a háttérben, hogy szeretnék szeptemberig eldönteni az eseményeket? Hát én azt gondolom nem, és furcsa módon ugye ez a nyár nem volt uborka szezon a Közel-Keleten és a világpolitikában sem. Én azt gondolom, hogy a legfőbb kérdés az továbbra is az iráni-izraeli viszony. Tehát ne felejtsük el, hogy Irán jelezte, hogy valamilyen típusú választ fog adni a Hamie gyilkosságra, ami ugye július utolsó napján következett be. Most már eltelt azóta lassan 4 hét, és nem nagyon látjuk ezt a választ. Én azt gondolom, hogy Izrael elsősorban erre készül jelen pillanatban. Nyilván felkészült arra, hogyha Iránból rakéták jönnek Izrael irányába ezeknek a kivédésére, de hát ugye Irán azt jelezte, hogy ez a válasz ez várat magára, és szerintem most ez a legfontosabb kérdés jelen pillanatban a Közel-Keleten, hogy ezzel a relációval mi lesz, és hogy lesz-e valamilyen típusú iráni válasz. Dr. Csicsmán Lászlónak, Közel-Kelet szakértőnek és a Budapest Corvinus Egyetem tanárának köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves hallgatóinak pedig köszönjük a figyelmet, ez volt a Világnézet, a mikrofonnál Szabó Józsefet hallhatták, viszont hallásra.